Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ebben a videóban a vérrögök elkerüléséről és a trombózis kockázatainak csökkentéséről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Amikor vérrög alakul ki a szervezet valamelyik mélyen futó vénájában, egy veszélyes állapot alakul ki a szervezetünkben, a vér nem tud tovább haladni, a vérrög lassan mozoghat a vénákban, és akár teljesen el is zárhatja a vér útját. Amikor a lábakban alakul ki a vérrög, az a mélyvénás trombózis, amikor a szívnél szívroham a következménye, az agyi vérrög pedig sztrókhoz vezet, de keletkezhetnek vérrögök a májban és a vesékben is. A tüdővénákat elzáró vérrög tüdőembóliát okoz, melynek jelei a légszomj, a fulladás, a köhögés, a mellkasi fájdalom, a rossz közérzet és a szédülés. A lábakban kialakuló vérrög legfőbb jele a duzzanat, a bokák, a lábfej, a vádlik, vagy akár az egész láb megdagadhat, és fájdalom pirosság is jelentkezik. A vérrögök kialakulásának esélye nő, ha dohányzunk, mozgásszegény életmód esetén és a túlsúly alatt. Amit fontos először is tudni, hogy a vérrögök 95%-a fehérje, tehát nem zsír vagy koleszterin, ahogy azt az orvosoktól hallhattuk évtizedeken át. Három fajta fehérjéből áll, melynek több mint a fele egy fibrin nevű fehérje, 1% a vörös vérsejt és csak 4% koleszterin, tehát a koleszterinnek és a telített zsíroknak, szalonna, zsíros húsok, vaj, sajtok, nem sok köze van a vérrögök kialakulásához. A testünkben folyamatosan keletkeznek és szűnnek meg a vérrögök, tehát ez a szervezetünk normál működéséhez hozzátartozó folyamat. Azaz különböző enzimek oldják és hozzák létre a rögöket rendszeresen. Azt az enzimet, amely blokkolja, tehát megállítja a vérrögök oldását, PAI-1-esnek nevezzük, hosszabb nevén plazminogén aktivátor 1-esnek. A szintjét tehát alacsonyan kell tartani, mert ha túlzottan sok van belőle, lassul a vérrögoldás folyamata. A PAI-1-es enzim szintjét emeli a glükóz, tehát a cukor, az inzulin, azaz a túl sok cukor és a napi sokszori étkezés, a kortizol, tehát a stressz, és a magas ösztrogén szint, ami többek között az előzőekkel is szorosan összefügg, de például hölgyeknek hormonbótló terápiák során is ugye ösztrogént adnak be, illetve a fogamzásgátló tabletták is ösztrogént tartalmaznak, ezért nő meg a stroke, a trombózis és más vérrög képződéssel járó problémák kialakulásának kockázata ilyenkor. Ha az első lépéssel el akarjuk kerülni a vérrögök, így a trombózis kialakulását, az a gabonaételek, kenyér, tészták, a magas cukortartalmú ételek, sütemények, fagyi, és egyéb más magas finomított szénhidrát és keményítő tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése a táplálkozásunkban. A második segítség a kezünkben, amivel csökkenthetjük a vérrögök kialakulásának esélyeit, az négy olyan enzimnek a pótlása, amelyek oldó hatással vannak a vérrögökre, ezek kapszula formában kaphatók, a nattokináz, a lumbrokináz, a szerrapeptáz és a bromelain, ez utóbbi ugye nagyobb mennyiségben az ananászban található meg. Oldhatjuk a vérrögöket az E-vitaminnal is, ebben az esetben is válasszuk a természetes állapotban lévő E-vitamint, ne a kapszulákat. Az E-vitaminról készítettem korábban egy videót, ott szó van bővebben a különböző E-vitamin fajtákról. A legjobb természetes E-vitamin források a homoktövis magolaj, a búzacsíraolaj és a napraforgó mag, vagy a hidegen sajtolt napraforgóolaj. A vérkeringésen javíthatunk a piknogenollal, ezt a hatóanyagot a fenyő kérgéből nyerik ki, és kapszulázott étrendkiegészítő formában vihetjük be. A zöldek, mint a mikroalgák, spirulina, klorella, búzafű és mások K-vitamin tartalmukkal csökkentik a vérrögök kialakulásának lehetőségét. Ha kevés vizet fogyasztunk, az hosszú távon a vér sűrűbbé válását eredményezi, amely állapot növeli a vérrög képződés esélyeit, tehát nagyon fontos, hogy az életvitelünknek megfelelő mennyiségű vizet is ígyunk a nap mint nap. Amikor az artériák fala meggyengül, a testünk a kollagén segítségével tudja rendbe tenni az érfalat. A kollagén képződéshez pedig a C-vitamin ugye elengedhetetlen.
Ha nem áll rendelkezésre elegendő C-vitamin, a testünk nem tudja az érfalhibákat javítani, nem tud kollagént létrehozni, így kénytelen koleszterint, kálciumot, fehérjéket odaszállítani, hogy így előzze meg az artéria átszakadását. Ez az állapot pedig ugye jelentősen növeli a vérrög képződés esélyeit, illetve élelmeszesedéshez vezet. Tehát ha van elegendő C-vitamin a testünkben, az egész folyamat nem zajlik le, hanem mindjárt már az elején, amikor valahol hiba van, hiba jelentkezik az érfalnál, regenerálódni tud az érfal, a kollagén és a működéséhez szükséges C-vitamin segítségével. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a vérrögökről, kedveld, lájkold a videót és oszd meg másokkal is. Ha szeretnél értesítést kapni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.